Tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Szocialista Párt sajtótájékoztatóján. A tegnapi napon 23 óra 59-kor törvényjavaslatot nyújtottam be az engedély nélküli gépjárművezetés szigorításával kapcsolatosan. Ez a javaslat érinti a büntetőtörvénykönyvet és érinti a szabálysértési törvény módosítását. Elfogadhatatlan, hogy az elmúlt hónapok és az elmúlt évek arról szólnak, hogy sokan súlyosan társadalom ellenesen, a közlekedést veszélyeztetve engedély nélkül vezetik a gépjárművet vagy más gépi meghajtású eszközt. Kiemelt társadalmi veszélyessége van, láthatjuk a halálos és nagyon súlyos balesetek sorozatát, ahol olyan személyek követték el, akiknek nem volt engedélyük, vagy kifejezetten a bíróság vagy más hatóság visszavonta. Nem elfogadható, hiszen emberi életekről van szó. Ezért azt kezdeményezzük, hogy kerüljön a büntető törvénykönyvbe, megnevesítve önálló bűncselekményként, amikor valakit hatóság vagy bíróság kifejezetten eltilt a járművezetéstől. Nem megengedhető, hogy ilyen személyek részt vegyenek a közúti közlekedésbe. Akik viszont nem rendelkeznek gépjárművezetői engedéllyel és anélkül vezetnek, nem ideértve azt az esetet, hogy otthon felejtik, hogy elveszítik az engedélyüket nyilvánvalóan, hanem amikor nem szerezték meg a képesítést, az a továbbiakban súlyosabb szabálysértésnek minősülne, azaz elzárással is büntethető lenne. Ezt a javaslatot benyújtottuk, megküldtük szakmai szervezeteknek, valamint a mai napon valamennyi ellenzéki frakcióvezetőnek. Arra fogjuk őket kérni, hogy támogassák, hiszen mindannyiunk élete, barátaink, szeretteink élete a tét. És nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyesek tudatosan szembeszegüljenek a közösségi normákkal. Köszönöm szépen a figyelmet!